én Csiger vagyok, ez pedig itt a Vintage Lab. Az előző évben vásároltam egy lakókocsit, és ez egy nagyon-nagyon régi álmom volt. Nem volt lehetőségem igazán jól kipróbálni, úgyhogy ez az első igazán komoly tesztutunk. Horvátországban vagyunk, Umagtól egy picit északra, egy nagyon szép kempingben, és ennek a vágóképeit mutattam meg nektek az előbb. Bár nem ez az első hivatalos utunk, ugyanis amikor megvásároltam a lakókocsit, akkor nem sokkal utána egy olyan munkába elvittem magammal, ahova elkísért a család. Ez volt az egyik ok, amiért a lakókocsit megvásároltam. Ugyanis én esküvőfotósként rengeteg hétvégét töltöttem már külön a családtól, meg hát ugye az elmúlt 20 év alatt külön a feleségemtől, és emiatt arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egyszer-egyszer ők is úgy el tudnának kísérni, hogyha olyan helyre megyek, ahova érdemes esetleg nekik is eljönniük. A gyerekek elég nagyok már, szeretik az utazásokat, és jól is viselik, meg szeretik a kalandokat. Utazni mindig jó, de nagyon sokszor olyan helyekre látogatok el munkám során, amit úgymond megosztanék velük, de nem tehetek, mert én dolgozni vagyok ott. Viszont ha mondjuk egy hétvégi esküvőn csak szombaton kell dolgoznom, pénteken elindulunk, kitelepülök, megnézzük esetleg a környéket, eszünk egy jót, szombaton dolgozom, nem kell korán kelnem, nem kell vezetnem, hazafel a munkából nem kell vezetnem, csak visszatérek a lakóba, le tudok feküdni, másnap még együtt tudunk lenni, és utána hazamenni, ha csak egy rövid hétvégét nézzük. Jelenleg viszont rendes nyaraláson vagyunk, ami azt jelenti, hogy ritka alkalmak egyik, hogy szabad egy az egyik szombaton, és egy hétfőtől vasárnapig tartó egyhetes kalandon vagyunk itt Horvátországban. Azért is választottam ezt a helyszínt, Umagot. Umag amúgy egy kicsit lejjebb van tőlünk délre, de ez az első állomás, a határ itt van tényleg kb. 2 kilométerre. Korábban már csináltam ezt Szlovéniáról, Portorozsról egy nyaralós videót, ha ezt nem láttad még itt, akkor megtekintheted. Szóval ott csináltunk egy vlogot, és a srácok ezt nagyon szerették. Az nem messze van innen, itt az öböl mellett, vagy az öbölnek az északi részén van még Szlovénia, és első isztriai állomása Umag Horvátországnak, ahol a gyerekek, mikor nagyon-nagyon kicsik voltak, fél éves volt a kisebbik fiam, 2,5 a nagyobbik, akkor voltunk még egy normál hoteles nyaraláson. Szép emlékeket őrzünk onnan, de túl sok mindent nem láttunk a városban, hiszen annyira picik voltak a gyerekek, hogy szinte végig csak a parton meg a szállodában voltunk. Úgyhogy ez adta a helyszín ötletet, másodszorban pedig az, hogy Horvátországban nagyon régóta él ez a kamper kultúra, és nagyon sok a jó minőségű kempingje van, ez a kemping is mindennel fel van szerelve, szép nagy helyünk van, fák alatt vagyunk, éppen kim vagyok a parton, amint látjátok. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. Az egész szúnyog egyáltalán nem volt, és még kabócákat se hallok, ami igazán meglepő Horvátországtól. A kempingezés vágya az pedig gyerekkoromtól ered, ugyanis nagyon-nagyon sokat mentünk sátrazni, mint annó szociál gyerek és mint az összes szociálban született gyermek, nagyon sokat sátoroztunk, még családdal, nagyon szerettük, és igazából ad egyfajta szabadságot. A másik dolog, ami nekem esetleg így egy kicsit fontos volt, az, hogy amíg picik voltak a gyerekek, nagyon sokat néztük azt, hogy milyen szállásra megyünk, milyen hotelben, milyen a kaja, stb. Csak én azt gondolom, hogy ez nem egy túl jó irány abban az esetben, ha a gyerekedet el akarod rontani olyan szintig, hogy folyamatosan csak azt látja, hogy milyen svéd asztal, milyen szállás, milyen drága, stb. Mert az utazásnak nem erről kell szólnia, hanem az ott megszerzett élményekről, és szerintem erre egy lakókocsi tökéletes lehetőséget ad. Fel tudod fedezni a környéket, viszonylag jó minőségű szállásod van, tudsz pihenni, el tudsz szeparálódni, minden komforttal fel van szerelve, de mégis egy puritán szállásról van szó, a kempingnek egy olyan fajta fokozatával, ami azért kényelmesebb ennyi idősen, meg ilyen testalkattal, mint amilyen én vagyok. Mindent magunknak meg tudunk csinálni, tudunk főzni, sütni, hűtőnk van, vécénk van, mindenünk van, de emellett mégsem arról szól az utazás, hogy mennyire drága a hotel, milyenek a szomszédok, stb. Valamint a lakókocsis, lakós autós közösségek igen barátságosak, nyitottak, rendszeresen teljesen nemzetköziek, és innentől kezdve rengeteg ismerkedésre
beszélgetésre ad okot, sok érdekes emberrel lehet találkozni, ráadásul nekem alkalmam nyílik legalább ilyenkor kicsit gyakorolni a német mellett az angolt is. Elég sok esküvőt és munkát csinálok Ausztriában, úgyhogy a németemmel nincsen gond, viszont gyakran keverem az angollal, így legalább van lehetőségem egy kicsit gyakorolni. Na de eleget beszéltem, megmutatom nektek a környéket, igazából ez egy kis családi jellegű vlog lesz, mint a korábbi ilyen utazósok, de remélem azért érdemes lesz megnézni. Tartsatok velem!